Üdvözlök mindenkit, nekrokrém vagyok. Hát gyerekek, egy hang a falban azt mondta, hogy magyarázz már rá, hogy mi az, az, a hang a falban. Na jó, jöjjön egy kis Warframe, az a lényeg, jöjjön a Whispers of the Wall története, megmagyarázása, kérdések feltétele. Uh, elméletek kidolgozása, sok mindenről próbálunk meg itt beszélni. Imádom a Warframe-et, hogy soha semmi konkrétat nem tud elmondani a történetékbe, és fél lapi nyomozásra van szükséged ahhoz, hogy egyáltalán bármit is kiderítsél. Szóval, um, ja, nyomozgattam, körbenéztem, újra uh, meg kellett néznem a saját videóimat. Uh, rég, 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 volt már, hogy elmerültem a Warframe lore történetébe. Um, vágjunk is bele, mi a jó Istent láttunk itt, mi a jó Istent játszottunk, és miről szólt a történet. Na most ehhez azt hiszem tisztában kell lennünk néhány dologgal. egyrészt azzal, hogy ki a franc az az Albrecht, Albert, Albrecht Entráti, van a falhoz, az emberhez, a hanghoz, minden jó Istenhez, és mi az a Kalimos Sequence, talán meg tudjuk magyarázni, hogy mi az a Kalimos Sequence, és majd kiderül, mert rengeteg ezen a ponton a Warframe sok utat választ azt, hogy hova folytatja ezt a történetét, mert semmi konkrétat nem kaptunk, ugye. Azt hozzá kell tegyen, hogy szerintem most arra a Warframe felért a Destiny szintű történetmeséléshez, az is lehet, hogy át is lépi helyenként. Na mindegy. Ki volt Ardrecht Entrati? Uh, Hölgyeim és üreim, Albert Entrati a korának egy hatalmas tudósa volt, az ő munkásságának léte azután tehető be, amiután az orokiniak egy harmadik szintű civilizációvá váltak, és felfedezték ugye a halhatatlanságot is a kuva által, itták a kuvát, halhatatlanok voltak. Albert Entrati Uh, ebben a korban élt, és a korának zseniális tudósa volt, igenis, meg nem is, mert mindenféle próbálkozása igazából elbukott. De is mégsem. Uh, és ne felejtsétek el, tudna, tudnotok kell azt is, hogy mi az eternalizmus, az örökké valóság. Ha valaki a, a örökké valóságizmus. <laughs> Na mindegy. Ehhez meg kellene nézzétek a New War elmagyarázós videómat. A lényeg az, hogy a Eternalizmusba vetett, orokinak vetett hite, öm, magyarázza meg a Warframe-ben való múlt, jelen és jövő és időutazás koncepcióját, ezt azért mondom el újra, öm, mert hogy valamilyen szinten érteni kell ezt is, hogy hogy kapcsolódik ez az egészhez. Na most, hogyan jön ide a Void és a hangok, és vagyis ez, a, ez az ember a, a falban, hogyan, hogyan kapcsolódik ez az egészhez ne feledjétek, ez még csak a kontextus az egész történethez. Szóval itt még lesz egy két dolog. Na mindegy. Albert Entráti sokan támogatták pénzzel. Az a lényeg, hogy egyszer csak egy adott ponton ő eljutott ahhoz a, a részhez, amikor felfedezte a voidot. Még úgy fedezte fel a voidot, hogy sikerült neki egy kaput építenie, ami megnyitotta az utat ehhez a voidhoz. Na most azért, hogy ne sérüljön meg, ő épített magának egy buborékot, amit ebből a szariglaszból uh, csinált. Ugyanezt a szariglaszt tudjátok venni a nagyanyánál is, um, amúgy. Az entráti család nagyanyánál, ugye. Na mindegy, a lényeg az, hogy ott volt a lánya is, vagyis az anya, az entráti család anyája. Ugye ott volt a lánya, is ennél a kísérletnél, amikor sikerült neki kaput nyitni a bolyba, de addigra amúgy már senki nem hitt neki hogy képes lesz bármit is megcsinálni a tudományával. Lényegtel az a lényeg, hogy megcsinálta, csinált magának egy védőruhát, és hülye módon, miközben átment a át, átment volna a voidba, balesete volt, megtört az üveg buborék, amit csinált magának, és úgy esett át a kapun, hogy uh, ugye kitette magát a voidnak. Ezen a ponton nem fogom elmagyarázni, hogy mi a void. oké? Okay? Ha már ennyit volt ezzel, akkor biztosan tudod, hogy mi a void. Na most, amit tudnotok kell annyit a voidról, hogy aki a, uh, kiteszi magát a voidnak, arra tulajdonképpen őrület vár, uh, hogy úgy mondjam. Tehát megőrülsz ott. Hogyha nem tudod az érzelmeidet kezelni, akkor megőrülsz. Na most az anya, az Entráti anyája, ugye, ő írt erről egy könyvet amúgy, később, miután az apja balesetet szenvedett, hogy úgy mondjam, írt erről egy könyvet, érzelemmenedzsment címen, vagy valami ilyesmi, már nem emlékszem pontosan. Az a lényeg, hogy, hogy a Voidba csak úgy mehetsz be, ha tudatilag erős képes, vagy képes, hogy az érzelmédet szabályozni. Na most erre Albert Entráti nem igazán számított, és mert me egyáltalán nem is tudta, hogy mi lesz ott a Voidban. De az a lényeg, hogy Albert Entrati feljegyzéseiből fennmaradt, hogy mit élt át a Voidban. És nagyjából egy ilyesmi. Úgy éreztem, mintha meghalna. Mintha valami átvágott volna rajta, és a belei kifolynának a, oda a földre, és a, hogy felhassan a feje, így tiszített. Az a lényeg, hogy meghalni készült a voidban. És egyszer csak érdekes módon megjelent vele szembe a saját képmása. Ő volt, de mégsem ő volt. Na most ez az a pont, ahol azt mondom, hogy igen, megjelent előtte, úgymond, a void. Vagy a voidba belépők másolódnak, mint hogyha egy tükörképe lenne a mi univerzumnak a void. Mindent képes lemásolni, csak érdekes módon saját és ön tudata van. Ez, ez mostanra már kezd világos lenni. Semmi sem konkrét még természetesen, csak kezd világos lenni, hogy valamiféle öntudata van a Voidnak. Tovább folytatva a történetet, és ez még mint csak a Kalimos Sequence a uh, Whispers of the Wall előtörténete, hogy kis értelmet nyerjen a Kalimos Sequence. Na most érdekes módon uh, valahogyan Albrecht Entrati kiszabadult a Voidból. Na most ez az, ami nem tiszta a Warframe lore ból mert rengeteg kérdéses dolog van. Hogy Albrecht Entráti szabadult-e ki, onnan, és nem volt semmi baja, és mint egy halucináció megtörtént ez vele, vagy maga a, az ember a falból szabadult ki, a Void szabadult ki, a képmásra szabadult ki a Voidból. Na most ez azért nem teljesen tiszta, mert a lánya ott volt, amikor ez a kísérlet megtörtént, és a lánya feljegyzéséből látta az apját kijönni. A volyból, de ugyanakkor látta azt a képmást, aki ott volt, bent. És ugye, aki kapcsolatba kerül a bolydal, az általában a saját képmását látja, de a lánya Albrecht képmását látta, vagy nem. Mert nem tudni, hogy Albert került vissza, vagy Albert maradt bent a volyban. És ezt nem magyarázza meg a Warframe Lord történet. Rengeteg kérdéses dolog maradt fent elől. Például a Duviri Paradoxban Duviri Paradox világába kettő ember zuhant be az egész világ történetében. Ugye a Duviri Paradox ha nem tudod, hogy mi az, meg kell nézd, mert, mert hosszú lenne elmagyarázni. Csináltam arról is videót. Szóval a Duviri Paradoxban kettő ember zuhant le, ragadt ott abban az univerzumban. Az egyik az Tesin volt, és ugye Tesin öregedett, egyik az tesé volt, és a másik sokkal, sokkal, sokkal előrébb, ez is, ez is feljegyzések a duviriból amúgy, sokkal, sokkal előrébb egy tudós volt, aki alapított egy laboratóriumot ott, és azt mondta, hogy egy olyan laboratóriumot csinált, ami neki van otthon. Aztán végül ez a tudós onnan kiszabadult, elmenekült, stb. Szóval nem tudni pontosan, hogy mi történt a Voidban Albrecht Entrátival és ő szabadult ki, vagy a hasonmása? Na most mi a Qualimus Sequence? Hát jó kérdés. Beindult. Az a lényeg, hogy a szekvencia, a folyamat beindult. Nem tudni teljes mértékben, hogy mit hoz el, hogyha véget ér a folyamat. De a lényeg az, hogy miután végigjátszottad az egész küldetést, és ott van az a hal, az a madár, az a kecskeféleség, és maga Lloyd, ők mind egy szerepet játszanak Albert Entráti tervében abban, hogy végrehajtódjon a Kolimos Sequence, vagy éppen megakadályozza, ha végrehajtódik a kalimos Sequence. Ez a legnagyobb kérdés, ami számomra nem teljesen volt tiszta. Mert hogyha Albert Entráti jött ki a Voidból, akkor megakadályozza szerintem, ami jön a Voidból, Ha maga a, a hasonló jött ki a voidból, akkor a qualimus sequence, a, a szekvencia arra fog szolgálni, hogy beindítsa a folyamatot arra, hogy a void, vagy akármi is van a Voidban, ide jöjjön a mi világunkba, és esetleg meghódítsa azt a murmurokkal, és a többi, és a többi, és nekünk, ugye, tenóknak az a feladatunk, hogy hát egy pajzs legyünk, hogy megállítsuk ezt. Ugye az egész végjátszásban el elhangoznak mondatok, például amikor Lloyd azt mondja, hogy uh, mikor meghallja a hangot a falból újra, uh, azt mondja, hogy ez nem az én átkom, ez az ő átka, én nem fogom ezt viselni. A lényeg az, hogy a void, az ember a falban, akárki is az át akart törni át akar jönni na most a void és nekünk való kapcsolata is kezd érdekes lenni, és ebben az egész kapcsolatban a leges legvégén, amikor Arpet entráti és a mi Voidbéli hasonmásunk egy rövid apró beszélgetést folytatnak, és láthatjuk, ahogy a hasonmásunk a lótusz leveleket tépked ki, és egy olyasmit mond, hogy volt egy megegyezésünk, egy kézrázás volt a megegyezésünk, ilyen egyszerű, de megegyeztünk valahogy így lefordítanám, hogy ilyen költői legyek. Szóval Tény, ami tény, hogy mi úgy néz ki, nem akarunk túl sokat a vojtól, de a void be akarná hajtani az ő egyességét. Hogy mi az egyessége lehet az, hogy kiszabadítjuk? Nem tudni. De tény, ami tény, hogy elég jelképes volt, hogy lótuszvirágokat szaggat, szírmokat szaggatott le egy lótuszvirágról, szóval háború az lesz. A Void eljön értünk, és beköveteli a tartozását, és hát remélhetőleg, hogy ezen felül nem veszítjük el a Void erőnket, ugye, ha egyszer behajtja a tartozását, de a lényeg az, hogy háború lesz. Na most lehet, hogy Arbrecht Entráti ezt akarta megállítani, ha úgy volt, hogy ő jött ki a bolyból és megúszta azt épp észszel amire egyáltalán nincs garancia, akkor úgy gondolom, hogy ő ezt meg akarja állítani, hogy a Void legyen, mert látta, hogy ott mi van, és látta, hogy az durva, és azt mondta, hogy nem, ennek nem szabad ide kitörnie. Na de, mivel hogy Ballas megalkotta a, úgymond az időutazás, a Voidon keresztül való utazást, az meg egy kicsit megbolygatta az dolgokat, az eseményeket, főleg a New War után, amikor a a szentientek visszautaztak a mi naprendszerünkbe, főleg a nyúvor után, megeshet, hogy ez valami oknál fogva több mozgásteret adott a Voidnak, és ezért van most már olyan sokszor jelen, például az űrhajónkon, tudjátok, amikor úgy megijedtek tőle, mert azt mondja, hogy hey kidó, hey kidó, Na, az a lényeg, hogy egyre nagyobb teret nyer, úgy néz ki a Void, és egyre inkább át akart Törni, és egyre inkább be akarja hajtani a e, tartozását, úgymond. És ehhez e, úgy néz ki, hogy Albert Entráti hasonlása, ami szerintem egy és ugyanaz a mi hasonlásunk, és Albert Entráti hasonlása az a Void, csak két külön testben, hogy úgy mondjam. Az a lényeg, hogy a végéből ítélve, a beszélgetésükből ítélve, valószínűleg nagy esély van rá, hogy nem Albrecht Entrát így jött vissza a voltból, hanem a maso, hasonmása, aki beindít egy teljes folyamatot, szekvenciát, Kalimosz szekvenciát, a Kalimosz amúgy a macskájának a neve volt, beindítja ezt a teljes folyamatot azért, hogy végül ő áttörhessen, hódíthasson, stb. És ennek lesz majd esetlegesen köze Warframe 1999-hez, mert megesett, hogy egészen addig kell visszamennie a Albert Entrati Voidnak, nak hogy öm, beinduljanak ezek a folyamatok. Valami ilyesmire gondolok. Mert nem teljes mértékben tiszta, hogy Albert Entrati, vagy maga a Void hasonlásra tért vissza, de nagy esély van rá a történetből, hogy, hogy a, a Void hasonlása jött vissza. És Gyerekek, ezen a ponton még rengeteg mélység lór van itt, hogy mi történhetett, és nagyon hosszú idő lenne elmagyarázni, egy, egy ó, pff, nem tudom, vlogot kéne tartani ahhoz, de ez, a rövid lényege a Qualymos sequence nek hogy valamit meg akarunk állítani, vagy beindítani. Jó kérdés, ez majd Warframe 1999 frissítésekor ki fog derülni, hogy mi a jó Isten folyik valószínűleg. Rátérve például arra az apró jelenetre, ahol ugye a, úgymond a két óriás harcot egymásról, amikor észrevettük, hogy uh, miután legyőztük a boss a murmur boss Ugye megjelent az a nagy óriás és próbált felénk jönni. Mi meg észrevettük, hogy tudjuk irányítani azt az alvó óriást. A lényeg az, hogy felkeltünk és odaértünk az arcához, és akkor lenyugodott minden. Tehát az is egy érdekes jelenet volt, mintha az óriás megkapta volna valahogy a lelkitársát, vagy a void visszakapta egy részét, stb. Tehát az ott bármi lehetett. Ami, amire remélhetőleg egy napon kapunk választ, vagy lehet, hogy mélyen a lorba valahol van valamiféle válasz, de elképesztő mélyre kell ásni ahhoz szerintem a Warframe univerzumban, mert egyre több a kérdés, mint a válasz ezzel a történettel kapcsolatban. Ha továbbiakat akartok megtudni a dolgoknak a kapcsolatáról, akkor menjetek el Lloydhoz, Lloyd mellett ott van az a számítógép, és a számítógépre Uh, jelentkezzetek be, és persze angolul van, de uh, leírja az eddigi Warframe fő történetszálakat és kapcsolatokat és főszereplőket, és a Kalima sequence szikvencről is ír uh, egy-két dolgot, szóval ott többet, meg többet megtudhattok, de 5000 kérdésetek lesz a, amúgy uh, arról, hogy mi a jó isten még mindig az az ember a falban. De egy másik elmélet szerint, az az ember a falban az nem más, mint maga Albert Entrati. Mert hogyha a hasonmásának sikerült visszajönni a, 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 a mi világunkba, akkor az azt jelenti, hogy ő őt ragadt. És ő az, aki próbál visszajutni, és hangokat ad ki. De ez, ez egy másik elmélet. Mindenki eldöntheti, amit akarja. Én azt hiszem, itt lezártam a történetet. Remélem, hogy sikerült egy tisztább képet adnom, arról, hogy mi folyik az Entráti család körül, és Albrecht Entráti körül, ki volt, mi volt, és hogy most az a Kalimos szekvenc micsoda, tehát hogy egyáltalán egy ötletünk legyen, hogy merre halad a történet, és majd Warframe 99-nél majd kiderül, hogy többet megtudunk-e a dolgokról, de annyi biztos, hogy nagyon hangulatos, kíváncsi vagyok nagyon a Warframe 1999-re, kicsit nosztalgia hangulatom lesz tőle valószínűleg, legalábbis már most az volt, Uh, szóval nagyon ígéretesnek látszik, és ez számomra az egyik legjobb történet száll ezen a ponton uh, a New War után. Szóval, ja, nagyon köszönöm a figyelmet, boldog karácsonyt, boldog új évet, sziasztok!